Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Városi TV áprilisi műsorát látják. Ma esti adásunk a megszokott műsorrendünknek megfelelően alakul. Ezúttal is a szokásos magazin műsorunkat sugározzuk, melyben összefoglaljuk az elmúlt hetek városi eseményeit. Április 8-án a Nemzetközi Roma Napon szervezett programot a Pécsváradi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a Művelődési Ház előtti téren. A szervezők egy régi hagyományt elevenítettek fel a pataknál, gitárokkal kísért énekszóval virágokat és úszó mécseseket bocsátottak vízre, ezzel várva a jó időt. Come on.
Bak Táló, Kovács Sándor vagyok, a Pécsvárő Cigány Nemzetiség Önkormányzat elnöke. A Nemzetközi Roma Napot ma tartják április 8-án, azóta, hogy a világ roma képviselői Chesterfieldben, az Egyesült Királyságban 1971-ben nemzetközi találkozót szerveztek. Ezen a találkozón fogadták el a közös jelképet ábrázoló roma zászlót és a cigány himnuszt is. A mai estén egy régi hagyományt elevenítünk fel, itt a pataknál, énekszó mellett, virágokat és úszó mécseseket bocsátunk a vízre, ezzel várva a jó időt. Tapsátok! Köszönjük szépen! Nepőnyi mám da bunde mekat, da sör dör 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 cigány den szád. Hey, amelap, amelap, szád, lapadik, lapadik, bát, magáék kotot, cigányot kőpát. Amelap, amelap, szád, lapadik, lapadik, bát, magáék kotot, cigányot kőpát. Daj, hogy én mozdok, és vendége volt április 14-én a Pécsváradi úszodának. Következő tudósításunkban egy háromszoros olimpiai bajnokkal is találkozhatnak, de mindenek előtt bemutatkozik önöknek a városi úszószakosztály. Péter, arra kérlek, hogy néhány mondattal mutass be ezt az úszószakosztályt a Pécsváradi Városi Televízió nézőinek. Mi biztos tudjátok, vagy hát egyértelmű, mi Pécsről jöttünk. Különböző okok miatt úgy döntöttük, hogy ebben a városban szeretnénk folytatni a sportolók képzését, és itt egy gyönyörű létesítményre találtunk, támogató önkormányzatra, támogató klikre, az iskolából is támogatnak minket, hogy itt a gyerekekkel tudjunk dolgozni. Ezt szeptemberben kezdtük el, átjöttünk 25 sportolóval, vannak közöttük válogatottak, régiós válogatottak, most már para válogatottunk is van, tehát mondhatni komoly szakmai munkát végzünk. Emellett a másik nagyon fontos dolog, amit elkezdtünk itt Pécsváradon, szervezett úszófoglalkozásokat tartunk, úszótanfolyamokat tartunk, ez minden nap délután itt az úszodában. Minden nap az úszodában tartjuk az úszófoglalkozásokat, és célunk az, hogy a versenyzői csoportban a helyiekből is az ügyesebb gyerekek tudjanak hozzánk csatlakozni, és egy jó úszócsapatot fenntartani. Kicsit elébe is mentél a következő kérdésemnek, nyilván ez lett volna, hogy hány pécsváradi tagja van jelenleg a szakosztálynak? Jelenleg a sportolók közé két fő tudtunk beilleszteni, ugye az idő rövidsége miatt, de jár hozzánk kb. 30 pécsváradi óvodás, kisiskolás jelenleg úszó tanfolyamokra, és közülük is egy szakember azért már látja, hogy vannak nagy ügyes gyerekek, közülük is még a jövőben többen be fognak kerülni.
úgy tűnik, hogy egy kicsit be is kapcsolódtatok itt a helyi úszás oktatásba, illetve az úszás képzésbe. Igen, jelenleg többen tartanak itt úszófoglalkozásokat. Nálunk szervezetten 5-6 oktatóval napi szinten ők képezzük a gyerekeket, ugye nyilván mindenkinek érdeke, hogy megtanuljon úszni a gyerek. Az, hogy utána sportoló lesz-e belőle, az majd kiderül. Beszéljünk egy kicsit a mai napról. Kérdezhetném azt, hogy miért vagyunk ma itt. Hát ti nyilván edzetek, viszont ide hívtátok, vagy hívtátok már a médiát, és mi ennek az apropója? Hát igen, elég nagy sikert értünk el múlt héten. Van egy parasportolónk, Hossz Csenge, és ő Németországban volt egy nemzetközi versenyen, életelesen nemzetközi versenyen, ahol nagyon szép eredményeket ért el, 200 gyorsból és 800 gyorsból jelenleg világranglista vezető. 13 éves a versenyzők, tehát nagyon fiatalon komoly eredményeket ért már el. Ezáltal Sós Csaba szövetségi kapitány beválogatta a válogatottba, így júniusban a madeirai világbajnokságon ő már szerepelni fog magyar válogatottként. Erre felfigyeltek az országban többen, és Vereckei Zsolt, ő többszörös paralimpiai bajnoknak van egy alapítványa, aki szerette volna megismerni Csengét, támogatni Csengét, mert kevés ilyen kiváló és tehetséges sportoló van jelenleg az országban. Szeretettel köszöntöm a Városi TV kamerája előtt Vereckei Zsoltot, háromszoros paralimpiai bajnok úszót, és bevallom, egy picit zavarba vagyok, mert kétszeres olimpiai, paralimpiai bajnokkal már készítettem interjút, háromszoros bajnok viszont még nem állt a kamerám előtt. Nagyon nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy itt üdvözölhetünk Pécsváradon. Milyen apropóból látogattál el ma ide? Tisztelettel köszöntelek, és a nézőket is. Hát Hossz Csengét látogattuk meg, 13 éves, tehetséges paraúszó lány, aki most jött meg Berlinből, és egy nagyon szuper eredményeket ért el, ami az érdeklődésünket is felkeltette. Meg hát most találkozunk végül is először, és hát meg szeretnénk ismerni ezt a tehetséges úszólányt, és reméljük, hogy jövőre nézve még szebb eredményeket tud majd elérni. Többes számba beszélsz, néztük, láttuk, megtekintettük, ez mit jelent? Hát, hogy az Impulzus a Parasport Jövőért alapítványunkkal jöttünk a kollégámmal le ide Pécsváradra, az úszodába, és nekünk fontos az, hogy tehetségeket is próbáljunk meg fölkarolni, és népszerűsíteni, és a jövőre nézve támogatni. És hogy gondolod most ez a lányzó, aki itt tartózkodik most a medencébe, érdemes arra, hogy támogassátok? Hát reméljük, hát most úszó világbajnokságra készül majd, ami a nyár folyamán lesz csodálatos helyen Madeirán, úgyhogy ott nagyon meg kell mutatnia magát, hogy mire képes, de hát ő még csak 13 éves, úgyhogy reméljük, hogy sok-sok versenyre ki tud majd jutni, és akár több paralimpián is részt tud majd venni. Hogy vagy megelégedve a látottakkal, amit most itt tapasztaltál, gondolok itt elsősorban a szakmai munkára? Hát nagyon elégedett vagyok a szakemberekkel, az edzőjével, a Csengének, nagyon, nagyon jók a hozzáállása az edzőknek a Csengéhez, meg egy nagyon jó csapatot látok, akikkel az épekkel tud készülni a Csenge, úgyhogy meg az úszoda is maximálisan itt lehet felkészülni, itt vannak mindenféle lehetőség, ami egy úszónak fontos, hogy fel tudjon készülni. De nem tudom, tudod-e, ezt a medencét annak idején egy paralimpiai bajnok, nevezetesen Pásztori Dór javatta fel. Tehát az avató ünnepségen az utolsó hosszakat az ünnepség előtt itt úszta. Hogy tetszik neked a pécsváradi úszoda? Tetszik, nagyon tetszik, meg az ide vezető út is. Nagyon szép ez a város, ez a Pécsvárad, úgyhogy egy szép környezetben van, szép a táj, meg szép ez az egész. Hát itt azért focipályától kezdve itt több minden van, mondhatni egy komplexum van itt egy helyen, úgyhogy tényleg sportolásra van lehetőség másoknak is, nem csak úszásra. Csenge, sok szeretettel köszöntelek itt a Pécsváradi TV kamerája előtt. Nagyon szép sikereket értél el az elmúlt időszakban. Egy kicsit erről beszélj nekünk, hogy pontosan mi volt ez. Hát Berlinben voltunk világkupán, és igazából ez volt életem első ilyen világversenye. És viszonylag jókat úsztam. Pontosan milyen eredményeket értél el?
50 pillér második lettem, 201-esen harmadik, 200 gyorsan is második lettem, meg 400 gyorsan. Egy picit arra kérlek, hogy beszélj egyáltalán a paraúszásról itt a tévénézőknek. Nagyon sokan nem tudják, hogy azért itt nagyon sokféle kategória van, ha jól tudom, és ugye az úszok különböző kategóriákban vannak besorolva. Hogy történik ez a besorolás? Először megvizsgálnak minket, így egy orvosi vizsgálat, megnézik, hogy milyen erős a sérült testrészünk, és akkor utána úsznunk kell. És akkor gondolom mindenki a saját besorolásának megfelelő versenyzőkkel van egy kategóriába sorolva. Igen. Mióta úszol egyébként? 5 éves korom óta. Ez az úszás nálad hogy indult? Feltételezem, hogy talán a sérülésedből adódóan orvosi javaslatra, vagy csak úgy saját magadtól? Saját magamtól, a szüleim vittek el úszni, hogy megtanuljak úszni. És hogy el tudjunk menni bárhova nyaralni. Értem. Mióta vagy tagja ennek a szakosztálynak? 2018 óta. És ide jársz ki Pécsváradra ezek szerint? Igen. Tehát rendszeresen itt edzetek? Igen. Hogy tetszik neked a pécsváradi, hogy tetszenek a pécsváradi körülmények? Hogy vagy megelégedve az uszodával? Nekem nagyon tetszik, tiszta, meg jó a medence. Csenge, arra kérlek, egy picit beszélj magadról. Mit lehet tudni Hossz Csengéről? Pécsen lakok, és az ANK-ba járok, a 7. A-osztályba, és viszonylag jó tanuló vagyok. Van 2 testvérem, és egy panába lakunk. Mik a további terveid? Hát az úszással kapcsolatban. Ki szeretnék jutni az olimpiára mindenképp. Hol lesz a következő olimpiá? Párizsban. És mit kell ahhoz teljesítened, hogy kijuss a... Ugye azt tudni kell, hogy a parasportolóknak külön olimpiát rendeznek. Igen. Hát egy szintet kell úszni rá, ami meg van adva. Ez ugye egy időeredményt jelent. Milyen messze vagy ettől, vagy egyáltalán? Hogy jársz most ezzel? Hát még nem néztük meg, mert még annyira ebben nem gondolkodtunk. Most inkább a VB-re koncentrálunk. Ott milyen esélyekkel indulsz? Hát igazából csak tapasztalat céljából megyek el. Tehát nincsen külön elvárás. Ez a világbajnokság mikor és hol lesz? Júniusban lesz, és Madeirán. Hát Csenge, én nagyon sok sikert kívánok neked, és hát kíváncsian várjuk a híradásokat, és remélem, hogy találkozni fogunk a neveddel, egyrészt Madeiráról, és majd reményeink szerint Párizsból is. Köszönöm szépen! Húsvét előtt, nagypénteken egy újabb segélyszállítmány indult testvértelepülésünkre, a kárpátaljai Nagyberegre. A szervező civil szervezetek nevében Bájerné dr. Sípos Mónika nyilatkozott a Városi TV kamerája előtt. Hátunk mögött lázas rendezkedés, pakolás folyik, indul a második szállítmány Nagyberegre. Mónika, arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit beszélj arról, hogy milyen kezdeményezés nyomán jött létre ez az adományozás. Hetekkel ezelőtt a civil szervezetek összefogtak Pécsváradon a Pécsvári Felvidékiek Klubja és az Engővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete kezdeményezésére azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsenek testvértelepülésünk a kárpátaljai Nagyberegen élő lakosok számára. Ezt az adománygyűjtést egy igényfelmérés előzte meg, felvettük a kapcsolatot a település polgármesterével, és rövid helyzetértékelést követően megtudtuk, hogy a háború komoly gondokat okoz a településnek, hiszen több menekült elszállásolására kénytelenek, központi utasításra ezeket az embereket el kell látniuk. Emellett nagy problémát jelent, hogy a településen élő férfi és fiatal férfi lakosság Magyarországra, valamint Nyugat-Európába távozott a katonai behívók elől. Azt gondolom, hogy ez egy olyan kezdeményezés volt, amely példaértékű, és az elmúlt években nem igazán volt erre példa a településünkön, hiszen mondhatjuk azt, hogy a városunkban lévő összes civil szervezet összefogott, és ez mellé az ügy mellé állt. 2 szálon bontakozott ki igazából ez az adománygyűjtés, hiszen miután a civil szervezetek elkezdték ezt az adománygyűjtés kezdeményezést, maga az önkormányzat részéről is felmerült, igaz, hogy egy másik szálon, de ugyanezt a célt szolgálva. A civil szervezetek elsősorban először tartós élelmiszert gyűjtöttek a város több pontján, az önkormányzat pedig egy jótékonysági est keretében hosszú hetény önkormányzatával összefogva pénzadományokat gyűjtött. A tartós élelmiszerek egy részét
március folyamán már elszállítottuk, tehát azok már átadásra kerültek Nagyberegen. Fontos azt tudni, hogy az adományok célba juttatásában szintén közreműködtek a civil szervezetek, nagyon sok önkéntesünk volt, valamint az önkormányzat is úti költséggel és járművel támogatta az utazást. A mai nap folyamán a szállítmányoknak a második része kerül majd átadásra az ukrán-magyar határ mentén. Azt gondoltuk, hogy így a húsvét közelettével most elsősorban a nagyberegi családokat szeretnénk megcélozni, ezért 210 darab egységcsomagot készítettünk tartós élelmiszerekből, valamint emellett még ugyanúgy élelmiszerek kerülnek átadásra, és azokat pedig a nagyberegi közkonyhán fogják felhasználni, ahol a menekülteket látják el napi háromszori meleg étkezéssel. Hogy sikerült átjuttatni a határon ezt a rengeteg adományt? Úgy tudom, azért ez sem volt egészen zökkenőmentes. Hát sajnos mindig vannak adminisztrációs és jogi akadályok. Tudni kell azt, hogy emellett a munka mellett nagyon sok adminisztrációs teendő is volt. Különböző formanyomtatványokat, deklarációkat ukrán, angol és magyar nyelven kellett kitölteni, de azt mondom, hogy a nagyberegiek végig partnerek voltak, segítettek, felvették a kapcsolatot az ottani hatóságokkal. Így nekünk csak az volt a feladatunk, hogy a magyar-ukrán határhoz, tehát a magyar oldalra szállítsuk le, és ők pedig partnerként jöttek át és vették át ezeket az adományokat. Azt gondolom, hogy amikor az adományok átadásra kerültek, olyan emberekkel találkozhattunk, akik már jártak Pécsváradon. Például gondoljunk itt az iskola igazgatójára, Öcsi bácsira. Így, amikor az átadásra került sor, nem volt szükség arra, hogy átadás-átvételi okmányokat írassunk, adjunk át egymásnak, hiszen ismerősként és barátként üdvözöltük egymást. Igen, bocsánat, ezt magam is meg tudom erősíteni, és hiszen az első szállítmányban én vezettem az egyik kis buszt, és hát Öcsi bácsival nagyon jó érzés volt, sajnos ilyen körülmények között találkozni, de jó volt látni, és jó volt megölelni, és elmondhatom magam is, hogy roppant hálásak voltak az adományokért. Ezt szerettem volna én is elmondani, és megköszönni minden pécsváradinak, akik az adományozásban részt vettek, mind pénzadománnyal, mind tartós élelmiszerrel, bevásárlással, vagy akár az első adagban ruhaneművel is segítették. Biztos vagyok benne, hogy ezek az adományok jó helyre kerültek, és azok az emberek nagyon-nagyon hálásak. Nem tudjuk sajnos, hogy ez a háború, ez a válság, ez meddig fog tartani. Előfordulhat, hogy szükség lesz még a nagyberegieknek a pécsváradiak segítségére. Én azt tudom mondani, hogy azt vállaljuk, hogy továbbra is tartjuk a kapcsolatot a kintiekkel, és hogyha bármilyen szükség lesz, bármilyen igény felmerül, akkor azt jelezni fogjuk. Ami biztos, hogy a mai nap folyamán a civilek által összegyűjtött adomány, úgy, mint a pénzadomány, amiből ezeket az élelmiszereket vásároltuk, célba ér. Az még egy nagyon fontos feladat a város előtt és a civil szervezetek, mint a városvezetés előtt, hogy a közeljövőben azt a pénzt is, ami az önkormányzat számláján szerepel, és szintén ezt a célt fogja majd szolgálni, azt is célba juttassuk. Nyilván ehhez az is szükséges, hogy a kintiek igényként jelezzék, hogy mi az, amire éppen szükségük van, de úgy gondolom, hogy ez már a mi feladatunk is, hogy közreműködjünk a siker érdekében. A hagyománynak megfelelően az idén is megrendezték a városi borversenyt. A díjkiosztóra ezúttal a vár dísztermében került sor. A következő interjúnkból az is kiderül, hogy nem csak jó minőségi borokat, hanem kiváló pálinkákat is kóstolhatott idén a szakértő zsűri. Most tulajdonképpen ketten, ha mondhatom, hogy ketten végeztük, egyrészt az önkormányzat, másrészt a szakmai részét pedig a borbaráti kör. Ez egyébként jó is van így talán, viszont ebből adódóan egy kicsit megcsúsztunk időbe, és ezért kérek elnézést, hogy tudom, hogy többen nem tudtak mintát leadni, de most már tudjuk, hogy ez így fog működni, és akkor a következő évben már így fogunk felkészülni rá. Viszont pont ezért egy apró változtatást is eszközöltünk. Én remélem, hogy majd aki megkapja ezeket az okleveleket, díjakat, az látni fogja, hogy egy teljesen más minőségű oklevelet készítettünk el, amit büszkén ki lehet tenni, ezt egy olyan grafikus készítette direkt erre az alkalomra, aki egyébként a
Pécsváradi Lángvásárnak a logóját is tervezte. Tehát teljesen egyedi, és úgy gondolom, hogy nagyon szép. Ezzel próbáljuk egy kicsit ezeket a félreértéseket, vagy ezt a kellemetlenséget egy picit tompítani. Én még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, aki mintát adott, mindenkinek, aki részt vett a szakmai bírálatban, a szervezésben, a várnak, a borbaráti körnek. Én úgy gondolom, hogy továbbra is működik ez a rendszer. Most egy picit máshogy, ígérem jövőre még ennél is jobb lesz. Köszönöm szépen! Pécsvárad város legjobb fehérbora 2022-ben egy 21-es Chardonnay Krajc János pincéből. Az idei borverseny legjobb rozéborát, kékfrankos Merlot rozéjával Krajc András érdemelte ki. Akkor megérkeztünk a legjobb vörösborhoz 2022-ben, egy 2020-as Merlot borral Koch Lajos érdemelte meg ezt. Legjobb vörösbor díjat 2022-ben 2019-es Merlot borával Krajc András kapta. És akkor hagyományosan Pécsvárad város legjobb olasz rizlingjét is megválasztják a borbírák. 2022-ben 21-es olasz rizlingjével Krajc János kapta. És hát minden évben ugye a legeredményesebb bortermelőt is külön kiemelik, díjazzák. 2022-ben a legeredményesebb bortermelő címet Krajc András érdemelte ki. Szeretettel köszöntöm a Városi TV kamerája előtt Németh Józsefet, a zsűri elnökét, és ha most megengedik a kedves nézők, meg teljesen megengedett tegeződünk, hiszen ezer éve ismerjük egymást. Józsi, arra szeretnélek kérni, hogy néhány mondattal értékeld a borversenyt, illetve egy kicsit arról beszélj, hogy milyen volt az idei pécsváradi bortermés. Szervusz Feri, és kedves nézők, tiszteltem. 53 mintát kaptunk, ez valamennyire kevesebb volt, mint az elmúlt évben, viszont a minta minősége, azt kell mondani, hogy gyakorlatilag minden igen kielégítő volt. Gyakorlatilag olyan hibás tétel, amire a gazdán ne lehetne büszke vagy szégyenkezni kellene, olyan nem volt benne. Voltak kevésbé sikerültek, de azt kell mondani, hogy a minták több mint a fele az aranyérmes minősítés kaphatott. Tehát én azt gondolom, hogy helyi viszonylatban ez egy kifejezetten nívós borverseny volt, és büszke lehet mindenki arra a mintára, arra a borra, amit leadott, és ami az ő keze munkája dicséri. Általánosságban lehet-e beszélni most így a minták alapján a 2021-es évről? Milyen volt a bortermés egyáltalán az elmúlt évben? Mennyiségileg visszafogottabb volt, tehát az látható volt, hogy szárazság miatt nagyságrendileg egy ilyen 20-30, akár 40%-os terméskiesés is volt. Viszont én azt gondolom, minőségben, és ezt a mostani borverseny is bizonyította, nem volt különösebb panaszok. Tehát szerintem viszonylag tisztességes volt. Figyelni kellett arra, hogyha valaki az őszi nagy esély előtt leszette időben a szőlőjét, akkor annak nagy problémája nem volt a magával, az alapanyaggal. Ugye Baranya nincs, illetve Pécsvárra nincs könnyű helyzetben a borászatot illetően, hiszen azért a szomszédvárakat tekintve itt van ugye Szekszár, közelünkben itt van Villány, és hát azért Pécs is egy jelentős bortermővidék. Hova lehetne pozícionálni most a pécsváradi borokat? Én azt gondolom, hogy a borvidéket viszonylag jól reprezentálták, nagyon tisztességes vörösborok voltak igazán kiváló, és azt mondom, hogy országos szinten kiváló rozék. Fehérborból is elfogadható és jó minőségű mintákat kaptunk. Én azt gondolom, hogy egyébként a pécsváradi borvidék, illetve a pécsi borvidék, és ezen belül Pécsvárad, mint borvidéki település, méltatlanul van elhelyezve, mert a minőség semmivel nem rosszabb, mint akár egy Villány, akár egy Szekszárnál. Régen ugye azt tudjuk, hogy Villány
az a pécsi borvidék része volt, onnan emelkedett ki. A lehetőség az adott, én azt gondolom, hogy a potenciál és a kedv itt a helyi termelőkben megvan. Én csak drukkolni tudok nekik, és azt kívánom, hogy legalább olyan ismertségre tegyenek szert, mint a Villányi, illetve Szekszárdi gazdák. Borászat tekintetében van-e trend? Tehát vannak-e olyan fajták, vannak-e olyan borok, ami kifejezetten divatosnak tekinthető? Fajták azok mindig vannak, a trend az általában, és itt nemzetközi trendekről beszélünk, a könnyebben iható, gyümölcsös, nem kifejezetten a magas alkoholú, nem kifejezetten a nagyon nagy testű, és nem az agyon hordozott ételekről szól szerintem most már a világ. És én azt látom, hogy egyébként helyi viszonylatban is a gazdák kezdik ezt felismerni, és nagyon sok olyan tiszta, akár reduktív, tartályos, vagy akár mérsékelten hordozott étellel találkoztunk, ami ebbe a trendbe már beleillik. Tudom, hogy készültél, itt vannak a kezedben a számok, én arra kérlek, hogy most arról beszéljünk, hogy pontosan hány minta volt és milyen eredmények születtek. Nyilván most nem nevezzük meg, hogy ki milyen díjat kapott, de általánosságban milyen eredmények születtek. Jó, szóval pontosan 53 mintát kaptunk, ez az 53 minta, ez úgy oszlott meg, hogy volt 35 fehér, 11 vörös és 7 darab rozé volt, és ebből az 53 mintából, ebből 23 arany minősítés kapott, 22 ezüst és 8 bronz minősítés kapott. Olyat, amit kizárásra vagy oklevélre minősítettünk, olyan nem volt. Köszönöm szépen. Végezetül még egy kérdés, ha megengedsz, bár lehet, hogy ez még korai 2022. Milyen évnek látszik most? Nem tudom, én laikus vagyok. Lehet-e már most valamilyen prognózist felállítani? Hát most még bármi lehet. Tehát lehet egy nagyon jó év is, lehet egy nagyon gyenge év is. Mi igazándiból hát én azt tudnám mondani, amit a Takler Feri bácsi mondott, hogy mindegy, hogy milyen az év, a szeptember legyen jó. És akkor innentől kezdve, hogyha valaki évközben a növényvédelmet azt meg tudja úgy szervezni, illetve hát a magát a gyümölcsöt meg tudja úgy óvni a betegségektől, hogy a szeptembert kihúzza, akkor egy jó napos szeptemberrel egy extra évünk is lehet akár. Akkor tudják, kedves jelenlévők, hogy két nagy díja van a párlatversenynek. Az egyik a Zengő könnye. A Zengő könnye mindig a bajnokok bajnoka. A következő módon választja ki a szakmai zsűri. Mind a 11 aranyérmes tétel felkerült az asztalra, természetesen újra számozva teljesen vakon, és minden zsűri tag letehette a voksát az első három helyezetre. Majd ezt összesítettem utána, és ez alapján kerül megválasztására maga a tétel. El kell mondani, az idén nagyon-nagyon szoros volt, két tétel versenyzett, hármas volt verseny után. A bajnokok bajnoka, ami nálam itt van a pohárban, a bajnokok bajnoka az a fajta gyümölcspárlat, ami nem ennyire ismert, a Fekete Berkenye és Gál Krisztiánt várjuk. Ha netán valaki nem ismerné ezt a tételt, akkor mit is csinálhat? Hoztunk belőle egy palackot, úgyhogy nagyon szívesen megkérem mindenkit. Köszönjük, hogy lehetnék kóstolni. És még egy tételünk van, az úgynevezett sárkánydíj. Ennek a érdekes a története, a sárkánylányok választják meg, ugye a borbarát hölgyek választják ezt a tételt, ugyanebből a 11 aranyérmesből, és a lányok az idén Kressz András Szilva pálinkáját választották a legjobb sárkánylányok. Kedves Edith, arra szeretném kérni, hogy a boros kollégához hasonlóan most ön is néhány mondatban értékelje azt, hogy milyen pálinkák születtek az idén, milyen pálinkák termettek az idén Pécsváradon. Hát Pécsváradra mindig nagy öröm lejönni a pécsváradi pálinka versenyre, pálinka és párlat versenyre, hiszen mindig vannak gyöngyszemek és kuriózumok. A mennyiséget tekintve az idei év talán egy kicsit a Covid hatására kevesebb minta érkezett be, most jellemzően a környékbeli nevezőink voltak. Arányaiban lett egy 20% körüli aranyos érmenk, a másik végén 33% lett, ami oklevelet kapott, tehát ők nem írték el az érmes kategóriát, és bronz és ezüst hasonló arányba oszlott meg.
A tavalyi évben rácsodálkoztunk egy ananász renet almára, ami csak Pécsváradon bukkan fel, sehol máshol az országban. Az idén újra visszatért ez az alma. Gondolom ez már a kistestvére kategóriába, de nagyon-nagyon különleges extra gyümölcsökkel találkoztunk, például fügével is, banánnal is, egy fekete berkenyével is. És hát az én egyik nagy kedvencem, hogy kezd elterjedni az a szokás, hogy zöldségből is készítenek a helyiek párlatokat, és egy sütőtök fajta, szelektált sütőtök sort is kóstolhattak a bírálók. Ez azért nagyon ritka. Szőlőből volt sok, írsaiból voltak szép versenyzőink, szépen hoztak a szilvák is. Meglepő módon törkölyök egyáltalán nem voltak, illetve egy darab törköllyel találkoztunk csak a versenyen. Ezt majd egy picit meg is kérdezem a borászoktól, hova tették a törkölyt a tavalyi évben. Összességében azt látjuk évek alatt, hogy nagyon-nagyon szép minőségi változás, fejlődés van. Érdekes, amit mondott a különleges pálinkákról. Ugye a magyar vonatkozásban azt gondolom, hogy tradicionális pálinka a kajszi. Egy szót nem ejtett a kajszról. Hát és tudjuk, hogy az elmúlt év milyen volt a kajszi tekintetében. Volt-e egyáltalán kajszi? Igen, volt. Most azért jóval kevesebb, mint amennyi szokott lenni, de sajnos az idén nem voltak annyira kiemelkedőek itt a kajszik. Ami meglepő volt, hogy alma ezt a speciális fajtát leszámítva egyáltalán nem volt, körtéből is talán kétféle volt összesen, kajsziból egy 6-8 féle volt, tehát volt, csak nem érték el azt, amit szoktak egyébként. Ön szerint minek tudható ez be, hogy kezdenek eltűnni főleg a pálinkák közül, ahogy most itt említeni is tetszett a tradicionális magyar gyümölcsök? Ez az éghajlatváltozás, vagy ez is egy trend? Hát inkább a trend, mint az éghajlatváltozás, hiszen az éghajlatváltozást még a gyümölcstermelők ki tudják lépegetni azzal, hogy más fajtákat hoznak be. Aki régebb óta foglalkozik pálinkával, mondjuk pont a kajszín észrevehette, hogy kiszorultak azért már a termelésből, kezdenek kiszorulni a hagyományos magyar fajták, és bejönnek a francia fajták, amik ezt az éghajlatot jobban viselik. Most már egyre többen itt Tolna megyébe, honnan én jöttem, ugye ott is a kajszi termőterületek nagy része most már kezd átállni a francia fajtákra. Egy másfél órával ezelőtt sétáltam végig a kertemen, a kajszi ültetvényt végignéztem, hát az idén azért úgy tűnik, hogy lesz termés. Ön hogy látja ezt? Hát ugye azt szoktuk mondani, hogy a kajszi az mindig játszik, hogy minden második évben várjunk igazán olyan termést, amivel már tudunk valamit kezdeni, és minden negyedik évben várjuk a nagy termést, tehát most reméljük, hogy vagy második, vagy negyedik év lesz az idén. Mit tanácsol a pálinka termelőknek, mi az, amiben még fejlődniük kellene? Technológiában azért egy picit, főleg erjesztés technológiában lehetne még dolgozni, ezt a irányított, hűtött erjesztést tulajdonképpen otthon is meg lehet oldani nagyon egyszerű eszközökkel, és ne felejtsék el, hogy savat kellene az erjesztésnél használni, illetve jó irányba terelni az erjesztést azzal, hogy pálinkára szakosodott élesztővel oltják be. Fogd Attilát a szervezők nevében kérdezem, te hogy látod, hogy sikerült az idei bor és pálinka verseny? Hát sok szeretettel köszöntöm én is a kedves tévénézőket. Hát én azt gondolom, hogy maga a borverseny ugye itt a hagyományokhoz megfelelően, ugye itt a Szent György nap alkalmából ezt kötelezően meg kell tartani Pécsváradon, ugye a hagyományainkat ápolva. A maga a borverseny és a pálinka verseny szakmailag szerintem nagyon jól sikeredett. A mintaszám kicsit kevesebb volt a megszokottnál, de én azt gondolom, ez betudható annak is, hogy a tavalyi évben a gyümölcstermés nem volt annyira sikeres, illetve lehet, hogy kevesebben hozták el mintáikat, mind a pálinka párlataikat és mind a bor mintáikat. Ezért valamennyivel kevesebb volt a mintaszám, de én azt gondolom, hogy a jövőre nézve ezt lehet építeni. Tehát azon dolgozunk, a jövőre nézve minél többen hozzák majd el mintáikat. Te pécsváradiként gyakorlatilag szinte személyesen ismersz mindenkit, akik itt neveznek. Hogy látod, mekkora itt az állandóság? Vannak-e új belépők erre a versenyre? Azt látom, hogy bormintákat talán annyira nem hoznak újakat, ott igazából tényleg a pécsváradiak hozzák, és külön örülök annak, hogy az idejében azt mondom, hogy az 53 mintaszám ellenére szinte tényleg csak pécsváradiak hozták el a mintáikat, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az idei borverseny az tényleg egy igazi pécsváradi borverseny volt. Pálinkából viszont azt lehet látni, hogy hozzák a környékből, hála Istennek, és ott azt látom, hogy többen hozzák mintáikat idegenek, ami én azt gondolom, hogy jó.
Végezetül azt szeretném tőled kérdezni, hogy ezeknek a díjaknak, ugye bronz, ezüst, arany minősítés, van-e presztízse a boros gazdák körében? Hát én azt gondolom, persze, hogy van. Tehát igazából ezek a díjak itt minden évben inkább az embernek a saját munkáját értékelik, ki hogy figyel oda, hogy kezeli a borát, és természetesen, ha valaki elhozza erre a megméretetésre, és kap egy díjat, én azt gondolom, az ő saját munkáját, az éves munkáját értékeli, úgyhogy én azt gondolom, igen, természetesen van. Másik oldalt viszont az értékesítés kapcsán én azt gondolom, hogy sajnos nem ott tartunk, tehát ma már, hála Istennek, elég sok bort lehet értékesíteni, tehát az értékesítés eladás szempontjából én azt gondolom, ott már nem számottevő annyira egy érem. Adásunk végén kérem, tekintsék meg azt a tudósítást, mely vasárnap készült a Várkertben a Városnapjáról. Volt szabadtéri sütés-főzés, gyermekjátékok, kultúrműsor és természetesen váratfutás. Képes összefoglalónkat látják.
Tegye fel a kezét, aki az utolsó díjat szeretné meg... Mert jó, oké. Okay. Nehogy olyat húzza ki, nem akarja senki megnyerni. Ezzel kapcsolatban majd, aki megnyeri, mivel ez, ennek a biciklinek vannak beüzemelési és egyéb dolgai, ő mindenképp majd jöjjön el hozzám, illetve valahol majd találkozunk, mert ennek saját kulcsa van, kezelési utasítása és töltő, ami külön van. És aki nyerte, az a 242-es számú induló. Domos, gratulálunk! Gyere, és fel is ugrasz. Gratulálunk! Már érdemes volt. Schmied der Gold schmied mit seiner jüngsten Tochter. Zieht alle durch, den letzten wollen wir fangen mit Spießen und mit Stangen. Goldne Brücke, wer hat sie denn gebrochen? Der Gold schmied mit seiner jüngsten Tochter. Zieht alle durch, den letzten wollen wir fangen. Mit Spießen und mit Stangen. Goldne Brücke, wer hat sie denn gebrochen? Der Goldschmied mit seiner jüngsten Tochter. Zieht alle durch, den letzten wollen wir fangen. Mit Spießen und mit Stangen. Goldne Brücke, wer hat sie denn gebrochen? Der Goldschmied mit seiner jüngsten Tochter. Zieht alle durch, den letzten wollen wir fangen mit Spießen und mit Stangen. Thank you.
Kedves nézőink, Önök a Városi TV április műsorát látták. Csütörtöki adásunk ismétlését pénteken ugyanebben az időpontban sugározzuk. Városi TV-t legközelebb május 16-án hétfőn 16 órakor láthatnak, melyben élő adásban tudósítunk az önkormányzat üléséről. Én most búcsúzom, az est hátra lévő részére jó pihenést és jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!